A díjkiosztó január 20-án Budapesten a Magyar Tudományos Akadémia Kodály termében volt, ahol Bereznai Csaba Tatabánya megyei jogú város alpolgármesterének jelenlétében Benyeckó Ilona intézményvezető, Szakál Lajos tagintézményvezető és Salamon Zoltán, a Dózsa György Sportiskolai Általános Iskola testnevelő tanára ünnepélyes keretek között vehette át a díjat. Az idei évben először átadásra került a tanév legeredményesebb diákolimpiai testnevelője elismerés is, melyet Salamon Zoltán testnevelő megérdemelten kapott meg, hiszen atlétái 7 arany, 2 ezüst és 3 bronzéremmel járultak hozzá a sikerhez. Ezekkel a gyerekekkel 7-8 éve dolgozunk együtt, úgyhogy hosszú volt az út, hát hál' Istennek van még följebb is, úgyhogy ez a célunk ebben a tanévben. Nem feszített a tempó, mert nem csak az egyesületi, hanem iskolai versenyek egymást váltják egymást, diákolimpiákra jönnek az egyesületi versenyek, se nyár, se téli szünet, úgyhogy most fedett pályázunk éppen, úgyhogy elég komoly program, atlétikában nincs pihenő. Az, hogy ez a díj olyan, amilyen, hogy második lett az iskola, az én személyes egyéni kitüntetésem is, azért kell egy olyan csapat, aki az én munkámat segítik. Ezek nem csak a testnő tanárok, hanem az egyesületnél az edző kollégáim is ilyenek. Ezt másképp nem lehet csinálni, csak ilyen elhivatottam. Már alsós korukban lehet látni egy-egy korosztályról, hogy mire lesznek képesek a későbbiek során. Aztán, hogy elindul a versenyszezon, már mint a tanítási évben a versenyszezon, az első versenyek után azért lehet látni, hogy mire lesz képes a csapat. Titkon bíztunk benne, hogy ilyen eredményesek leszünk. Hasonlóképpen jól kezdtük ezt a tanévet is, és bízunk benne, hogy egy kicsit előre tudunk lépni. Egy hely még van. Hát igazán a gyöngyszemeket már az elsős beiratásnál megtaláljuk, aztán elkezdődik velük egy hosszú munka, aminek a vége tulajdonképpen ezek a diákolimpiai sikerek, és hát a legjobb akkor pedig későbbiek során, mint a Smölc Szavér is, vagy a Smölc Mirtil, akiről már az ünnepségen szó volt, ők is ugyanígy kezdték elsős korukba itt az iskolában, aztán lásd, Füsegúni P. harmadik helyezettel büszkélkedtek már az iskola, és az egyesületünk is.